50 ezer forint. Családonként ennyi pénzt tudnánk megspórolni évente, ha épp csak annyi élelmiszert vásárolnánk, amennyit aztán el is fogyasztunk. Egy 2019-es felmérés szerint egy ember hazánkban 65 kg élelmiszer dob ki a kukába 365 nap leforgása alatt, amelynek közel a fele megmenthető lenne. Noha némi javulás, fejlődés tapasztalható volt az elmúlt években, ezen a téren ez a mennyiség még mindig jelentős. A probléma egészében, de az ünnepek különösen a karácsony és a húsvét környékén fokozottabban jelentkezik. Nagyobb, hosszabb zárvatartások alatt azért megnő a vásárlások száma, és a készített készételeknek a mennyisége is. Ez összeköthető nyilván azzal, hogy ugye több vendéget fogadunk, vagy akarunk vendégül látni, de ugye ezáltal sokszor a felesleges készítel mennyiség is nagyobb lesz, amit ugye nem tudunk elfogyasztani, és ezáltal sokszor már a kukában landol a végén a mennyiség. Világszerte az előállított összes élelmiszer közel egyharmada megy veszendőbe az EN statisztikái szerint. A probléma leginkább a fejlett országokra jellemző, amiért a kalóriadús étrend és a túlfogyasztás, valamint az élelmiszertermékek széles palettája okolható. A pazarlás az élelmiszerellátási lánc egésze során előfordulhat, de legnagyobb részéért, mintegy harmadáért a háztartások a felelősek. Tudatosan vásárlással, a tárolás megszervezésével egyéni szinten is sokat tehetünk a probléma ellen. Mielőtt elmegyünk vásárolni, ugye érdemes mindig fölmérni, hogy mikből vannak készleteink, mikből fogyunk ki. A vásárlólista használata az nagyon hasznos tud lenni. Emellett ugye nyilván a tartós, hosszan eltartható élelmiszerekből érdemes csak nagyobb készleteket felhalmozni. Ilyen jellegű módszerek vannak, illetve hát a Nébisnek a maradék nélkül című kampánya talán, ami leginkább és legjobban összefoglalja ezeket a módszereket, ez a maradéknélkül.hu kezetek nélkül oldalon megtekinthető, ezekkel kapcsolatos ajánlások és technikák. Fontos az is, hogy figyeljünk a lejárati dátumokra és a készülő ételek mennyiségére. Ha ennek ellenére egy élelmiszer szavatossága mégis lejár, vagy a készítelből megmarad, nem feltétlenül jelenti azt, hogy annak a szemetesben a helye. A házi állatoknak odaadhatunk bizonyos élelmiszerek, de például túlfűszerezett ételeket semmiképpen se tegyünk kedvenceink tájába.